Szerbusztok, Gábor vagyok. Szeretnék a YouTube csatornámon bemutatni egy dohányzás kiegészítő eszközt. Nagyon nem szeretem ugyan a dohányzásnak a káros mellékhatásait, de én magam is dohányos vagyok. És megjelent a piacon egy olyan termék, IQOS-nak hívják, ilyen szép kis dobozba, és sőt még egy papír tasakba is kapjuk, ami a leírás szerint 90-95%-kal csökkenti a káros anyag kibocsátását a cigarettázás közben. Ennél fogva, ha nem is egészséges, de sokkal-sokkal egészségesebb, mint a hagyományos cigaretta. Én egy hagyományos cigaretta. IQOS-os. Ez ilyen picike. Különböző ízvilágokban kapható, színekkel jelölik. Tudom, ez kék, ez erősen mentolos. Szerintem ez a legjobb, nekem ez ízlik a leginkább. De nagyon sokféle formációban kapható. Amit el tudok róla mutatni, elég, hogyha az eszköz látszik, fölül kinyitjuk, kivesszük belőle magát a cigaretta tartót, visszacsukjuk. Ha alul az alsó gombot megnyomjuk, akkor mutatja a töltöttség jelzőt. Ez most teljesen föl van töltve. Ezek után, ugye itt van, óvatosan behelyezzük cigarettánkat, és bekapcsoljuk. Világít is, és vibrálni is fog. Amit tudni kell róla, hogy ebbe egy hevítőszál van, ami 300-350 fokig hevíti föl a dohányt, így a dohány nem ég el, még a papírja sem, mint a hagyományos cigarettának. Csak a nikotin és egy kis pára szabadul fel belőle, minimális a káros anyag, termelődik. Se kormot nem termel, se hamut. Ez így egy cigarettás cigarettatartó. Ugye látszik, hogy tele van hamuval, csikkel. Tehát maga kicsit fókuszáljon. Nem. Látszik, hogy a vége milyen sötét egy hagyományos cigarettának. Tehát ez a szűrő ellenére rendesen lerakódik rá a kátrány és a korom, és a többi meg mind a tüdőnkbe jut. Mutatom a másikon. 3 másodpercig nyomom. Kéken elkezd villogni. Ilyenkor a telefonnal lehet, van egy applikáció, össze lehet kapcsolni, össze lehet hangolni. Mutatom is az applikációt. El tudom indítani. Így. Ez így néz ki. Ugye, ha össze van párosítva a két eszköz, akkor mutatja a töltöttségjelzőt magának az eszköznek és a cigarettatartónak szintúgy. Mutatja a dohányzási szokásokat, különböző statisztikákat, és itt a felső csík megérintésével lehet az eszközt még párosítani. Egy kicsit körülményes maga az applikáció, letölthető a Google Play-ről, nem különösebben nyert jó kritikákat, még nincs kiforva ez a fajta technológia. Amit kapunk még az eszközhöz a dobozon kívül, egy nagyon részletes kis használati útmutató. Kapunk egy IQOS Club tagsági kártyát, benne van ugye a vásárlás helye, a garancia, 1 évet adnak rá.
Viszont az IQOS-nak van weboldala is, hogyha a weboldalán beregisztrálunk és megnézünk 10 oktató videófilmet, akkor már is 2 év garanciát kapunk. Tudok mutatni egy kis füzetet, ami írja is az elején, hogy hevítéses technológia az égetés helyett. Írja, hogyan működik az eszköz, hagyományos cigaretta 800 fokon, ez pedig 300 fok környékén. Itt mutatja, remélem jól látszik, van benne egy kis kerámia lapocska, ami a dohányt fölizzítja. Itt talán jobban látszik. Különböző típusokban kapható, a miénk az IQOS 2.4 pluszos, de van a IQOS 3 multi. Annak az az előnye, hogy hamarabb startra kész. A miénknél ugye legalább egy 4 percet várni kell, még föltölt. A használati útmutató tartalmazza azt is, hogy van egy non-stop 24 órás ügyfélszolgálat. Bárkinek bármi problémája van, akkor hívhatja őket bátran, elvileg. Igazából nem próbáltam még ki. De ha az ember regisztrál, akkor egy darabig rendszeresen keresik és tájékoztatókkal látják el. A füzet tartalmazza, hogyan tisztítjuk az eszközt. Mindjárt kitérek rá. Lehet látni talán a füzetecskében, nagyon sok különböző színben választható, sőt a már megvásárolt terméket, mint itt is látható, különböző kiegészítő színű alkatrészeket lehet hozzá vásárolni még, vagy rendelni az internetről, úgyhogy egyénire szabható maga az eszköz. Itt is mutatja a füzet, hogy van színválaszték. Bőven. Na most akkor a tisztításról. Adnak hozzá egy ilyen kis fültisztító pálcikát. Ezzel ajánlatos, hoppá leesett, naponta a tisztítást elvégezni. Akkor egy ilyen kis koromlerakódás keletkezik rajta, de fültisztító pálcika is nyugodtan használható erre a célra. Aztán ami még van, ha rosszul vesszük ki a dohányt, tehát mert most látszik, hogy ez lejárt, ilyenkor villogott is, meg vibrált is, megemeljük a kupakot, kivesszük a dohányt. Benne marad a dohány, és nem ég el a papír sem. Nem keletkezik hamukkorom, és nincsen különösebben szag sem. Ha levesszük teljesen a kupakot, akkor ebben nem szabad dohánynak maradnia, és ezzel a kis eszközzel, amit itt mutatok, ezzel lehet, hogyha mégis benne marad, mert rosszul vesszük ki, először a cigarettát vesszük ki a készülékből, akkor ezzel lehet a dohányt úgymond kinyomni belőle, mert ilyen, olyankor könnyen beleragad. Ezt most így összerakom. És vissza is teszem a töltőbe. Próbáljuk ki a másikat, mert ez most nem tölt. Tehát, ha megnyomjuk, mutatja a teljes töltöttséget. Ha beletesszük. Ez most föl van töltve, de egyébként villog egy LED majd, ami jelzi, amíg töltődik maga a cigaretta tartó. Ez pedig rendesen összerakta, nem csinál semmit. Ezt nem hiszem el. Be kellett kapcsolni, persze. Be kellett kapcsolni, tehát ez a bekapcsoló és kikapcsoló gomb is egyben. Most már villog és tölt, egy olyan 4 perc alatt tölti föl, és válik újra használhatóvá az eszköz. Amit még kapunk hozzá, az olyan, mint egy telefontöltő.
tulajdonképpen. Ha nagyon muszáj, telefontöltővel is lehet használni, de azt nem ajánlják, inkább a sajátját. Ez egy hagyományos mikro USB csatlakozó, amit ide az aljába kell csatlakoztatni. Kicsit körülményes. Már megint körülményeskedem. Fordítva, igen. És akkor így dugjuk be a konnektorba, és szépen tölt az eszköz, kb. Másfél-két óra alatt tölt fel teljesen. Ugye magában az eszközben egy akkumulátor van, és egy Bluetooth eszköz, vagy jeladó, ami tulajdonképpen a tartalma. És akkor itt van benne a cigarettatartó. Kapunk hozzá egy kis köszönőkártyát is, hogy megvásároltuk a terméket, és ezenek a hátoldán is rajta van az elérhetősége ugye a cégnek. Nem tudom, mondtam-e már, mutattam-e már. Különböző ízvilágban kapható, mentolos, ez meg citromos. Mi ezeket szoktuk vásárolni. Hát, még egy dolog a regisztrációnál, én erre a füzetre mindent fölírtam, hogy a 2 éves regisztráció meglegyen, illetve a 10 videót megnéztem. Jegyzi is a rendszer egyébként, hogy a 10 videót az ember megnézte, akkor érvényesül a 2 év garancia, amúgy 1 év garanciával árulják. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Részemről ennyi volt, bár a dohányzást én nem preferálom, egészségtelen, de ha már dohányzunk, akkor használjunk egészségesebbet. Maga a készülék, amikor ezt vásároltam, 15 000 forint volt, ez már emelkedett 20 000 forintba került. A dohány áru, amennyire én tudom, 1444 forint, de lehet, hogy ennek is már emelték az árát az összes többi dohány áruval együtt. Szóval még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok, mindenkinek szép napot!